ez nagyon sok teendővel jár, de van egy másik része is a készülődésnek, mert körülbelül 4 héttel ezelőtt már az önkormányzat megrendelte azokat a szenzoros, érintésmentes, kézfertőtlenítő berendezéseket, amiket elhelyeztünk az orvosi rendelőben. Ezt most már használhatják ugye a odalátogató betegek, illetve a védőnők rendelőjében van szintén ilyen készülék. Nagyon gyorsan kellett intézkedni, hogy kézfertőtlenítőt tudjunk beszerezni. Kezdetben ugye az első nagyobb kormányzati intézkedés a oktatási intézmények, másnál az iskoláknak a bezárása volt, a diákok az informatikai eszközök igénybevételével tovább folytatják a tanulmányaikat. Második etapban ugyan kifejezetten kormányzati iránymutatás, illetve rendeletben nem határoztak az óvodák, bölcsödék bezárásáról. Beszereztünk, ugye ismertek a körülmények, hogy bizonyos hiányok lépnek fel fertőtlenítőszerekből, tisztítószerekből, egy nagyon nagy mennyiséget sikerült beszereznünk, továbbá együttműködünk az egyenruhás szervezetekkel, a rendőrséggel, a közterületfelügyelettel, illetve az igen jól működő solymári polgárőr és tűzoltó egyesülettel, úgyhogy valamennyien készen állnak arra, hogy ha helyzet van, akkor ezeket a feladatokat oldjuk meg. Krisztusban, szeretett testvérek, néhány rövid gondolat Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Az evangélium elején azt halljuk, mivel Jézus útközben elfáradt, megpihent. Második isteni személy maga prófétai kőrútján, amelyet tesz, megpihen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. És megkérte a kezemet. Mit mondjak neki? Kitől kérjek tanácsot? Anyámtól, szegénytől? Azt mondta, hogy náluk otthon sohasem beszéltek szerelemről. 16 évesen boldogan lett felesége annak, aki megkérte, mert így egy éhes szájjal kevesebbet kellett etetni náluk. Kedves Szent Iváni diákok, kedves fiatalok! Arra gondoltam, hogy most, mivel egy különleges élethelyzetben vagyunk, bezártak az iskolák, ti otthonról tanultok, egy különleges módszerrel, digitális oktatásban vesztek részt, hogy egy picit a segítségetekre kell lennem, és én is kérném a ti segítségeteket.